Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok. Jöjjön, hogyan készítsünk dojónkat magunknak. Mert hogy egyszer a nekroármi kis madarai kirepülnek szórni az igét és létrehoznak egy saját dojót, és állnak és nézik, hogy a francba, hogy is kell csinálni. Továbbá két hét után rámérnek Facebookon, hogy hát vennél a kláma, mert csináltam egy dojót, és hát kiderült, hogy nagyobb projekt, mint gondoltam. Igen, a dojo az egy nagy projekt, azért tulajdonképpen Warframe-ben mondhatni, hogy az egyik legnagyobb, de nem kell tőlem megijedni, mert azért nem akkora, hogy lehetetlenség legyen megcsinálni. Továbbá fogunk még ebben a videóban beszélni arról, hogy hogyan lehet, nem tudom, ilyen nyakatekert, díszeket csinálni, vagy vagy mi a módja, stb., és hogyan kalkuláljuk a ö, dolgokat. Nos, és most pont kapóra jön az egész dolog, mert a Miklánunk is egy hatalmas kis át Öm, alakítás alatt áll, úgyhogy egy csomó mindent meg tudok mutatni, hogy hogy csináltam, esetleg, vagy hogy hogy csinálom, és ö, ja, és kapura fog jönni minden, úgyhogy vágjon is bele az első lépés azoknak, akiknek dojo, akik dojót szeretnének létrehozni, azt, azt kell, hogy mondjam, hogy Nellu nekünk az első dojo master rank 5 voltam, amikor az első dojo megcsináltam, és utólag visszagondolva soha-soha nem lett volna nagy dojo az első, Dojo, az első Necroarmi Dojo, hogyha azon srácok, akik akkor rögtön bejöttek hozzánk a Dojo-ba, megkerestek engem Youtube-on keresztül, és már ugye magas masszirankkal rendelkeztek több nyersanyaggal, és a többi át nem jönnek hozzánk szinte azonnal, és gyakorlatilag az ő nyersanyagukkal <kül> kiegészítve gyorsan tudtunk fejlődni egyes szobákkal. Nos, úgyhogy az első dolog, készülj fel arra, akár mindegy, hogy milyen Mastery rank vagy, mert ahhoz képest, hogy én Mastery Rank 5 voltam, amikor az első dojo létrehoztam, ahhoz képest sok nyersanyaggal rendelkeztem, mert hogy sokat mentem játszani, és sokat farmoltam, és minden bolygón uh, voltam, és amire oda kerültem, és minden alertet megcsináltam, minden invázió alertet megcsináltam, mert az egyrészt még akkoriban nagyon sem tudtam, hogy mi az, hogy őszinte legyek, de megcsináltam, mert valahogy éreztem, hogy valahol valamiért kelleni fog. És amire odakerült, hogy masszíron köt, és leraktam a dojo-nak az első alapét a pár srácsal, akik ott voltunk, rájöttem, hogy miért kell az a sok nyersanyag, és, és, és volt, amiből belerakjak, és akkor megértettem, hogy ja, jó van, és akkor felfogtam magának a nyersanyag formolásának is a fontosságát a warframe és hogy, hogy legyen tetemesen mennyiség, hogy mindig tudják beleadni, a folyó dojo projektekbe, mert az, ami nek neked személyesen is szükséged van, az nem olyan sok. Tehát, de például amit néha egy dojo fel tud ölelni, az bizony elég sok tud lenni. Főleg, hogyha az a dojo gyarapodik, és ugye a miénk arra már elérte a legnagyobb méretet, ezért a költségei mondhatni, hogy egyes emberek számára hatalmasra nőttek. De hogyha már megcsinálod a legnagyobb dojót, és sokan vannak benne, azért van benne sokan, hogy tényleg mindenki hozzájáruljon ahhoz a fejlesztéshez, és, és ha mindenki hozzájárul ahhoz a fejlesztés, ez egy kicsivel, akkor gyakorlatilag arányaiba az ugyanannyival ér fel, <coughs> mint egy alap lenne. Szóval nem kell félni attól, hogy nagy dojod csinál, csak igyekezzél magad körül olyan embereket bevenni, akik értik annak a fontosságát, hogy ha tizen vagyunk, akkor mindenki rakjon bele egyet. Ne egy rakjon bele tizet, mert hogy neki van. És ez, a, és ez a lényeg, tehát mi is itt uh, arra törekszünk, hogy um, legyen mindenkinek egy kicsi, kicsit rakjon bele, és, és ne, ne, az legyen, hogy az el, mit tüm, hogy a, 10 legnagyobb master rankú, vagy a 20 legnagyobb master rankú az rakjon bele. Ne, a, a kettes, a hármas master rankú is rakjon bele azt, amilyen van, de nem mindent. És ez nagyon fontos, hogy nem minden, mert akkor egy kicsivel is, de hozzájárulunk, és nem az lesz, hogy mindenki, tehát mondjuk azok, akik igazán akarnak valahogy jó belepakolnak mindent, és arra várnak, hogy ó, bassz, és én beleadtam mindenemet, és, és a másik másik az meg ö, ö, nem hajlandó beleadni semmit, és akkor hogy lesz kész ez valami. Nem. Mindenki egy kicsit belead, és ez, ö, ezt a mentalitást kell tartani a dojóba, és akkor maga a Dogyó készítő sem készül ki lelkileg, mondhatni így. Nos, nyersanyagok, ö, ö, amire szükséged lesz, ö, egy dogyó készítéshez, és hamarosan majd leugrunk a mi is, az, ö, 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 bocsánat, a nyersanyag, amire szükséged lesz a dojo készítéshez, az gyakorlatilag mindenfajta nyersanyag. A leggyakrabban dobótól a legritkábban dobóig. Kiemelnék egyet-kettőt, amire nagy szükséged lesz, az a neuróz. Nagyon nagy szükséged lesz, főleg ha növényeket akarsz letenni. Kurva sok szükséged lesz a neurózra. Nos, uh, Gallium is egy ilyen uh, nyersanyag, amire nagyon szükséged lesz a dojo-ban. Úgy tűnik, hogy a Warframe játszadozása közben például nem nagyon van szükséged Galliumra, de gyűsbe, mert hogyha valahogy dojo-t fogsz csinálni, akkor igen, akkor szükséged lesz um, gyakorlatilag um, sok Galliumra, Neuródzra. Um, Polimer, bandőrre rengeteg lesz szükséged, mert szinte minden növénybe kell, és a növényeken kívül egy-két másik öm, helységbe, illetve szobor, illetve ilyen nem növény alapú tárgyakba is. Plastidra rengetegre lesz szükséged, öm, mert ugyanúgy rengeteg kell a növényekbe, és egy-két nem növényi alapú tárgyakba is, és a legtöbb dojo növényekből áll össze. Szóval. Plastid, polimer, neuróz, gallium, öm, ezekre rettenet mód szükséged lesz továbbá. Öm, egy nagyon fontos nyersanyag a forma. A formából azt mondom, hogy amire odaérsz, hogy legyen egy dogyód, rögtön tegyél magadnak félre nem tudom, hogy arányaiba egy 40 formát. Oké, tehát egy 40 formát tegyél félre továbbá, mert tudom, hogy úgy se bírod ki, mert mi se bírtuk ki, legyen félretéve egy ezer platod. Azért, mert le fogsz rászolthatni mindent, mert le akarsz, mert nem akarsz várni 24 órát szobánként, hogy ez megtörténjen, <kül> Mi se akartunk várni, és ugye amikor elkezdtük építeni a második dojonkat, ami jelenleg is a dojonk, ugye, akkor ö, gyakorlatilag minden szobát lerásoltattuk, a falkon lerásoltatott. Aztán én bementem és körbe díszítettem az egészet, és ott, ahol kellett, ahol fontos volt, mindent lerásoltattam én is, és, és, így, így tudtuk létrehozni iszonyat gyorsan a, csoda a dojót, és ö, az első klámból az első Dojoból mindenkit áthozni az új Dojóba, ami hát sokkal jobban nézett kis ki annak, aki még nem látta, az most látni fogja, és annak, aki már látta, az látni fogja, mennyi minden változott jelenleg benne, úgyhogy jöjjön a dicsekvős rész, de menjünk be a dogyóba, és akkor megmutatom, hogy hogyan működnek a DSX, szoba létrehozása, stb. és egy másik fontos dolgot is fogok mutatni. Nos, itt vagyunk lent a dojo és amit mondtam, jöjjön a meglepetés, most jelenleg nálunk nagy ilyen nagy díszítés folyik, és gondoljatok végig, hogy mi ezt úgy csinálunk, úgy csináljuk ezt a díszítést, úgy csináljuk ezt a díszítést, hogy, hogy, hogy egy moon -klán vagyunk, tehát a legnagyobb klán, és kurva sok emberünk van, és a kurva sok ember eléggé összetart nálunk ebben a klánban, és ilyen téren mindenképp megpróbálják segíteni a dojo fejlesztésében, és munkál létünkre, tehát ez mondom, hogy nem kell félni nagy klánt létrehozni, hogyha arról van szó, hogy azt szeretné létrehozni. A munkán létünkre ezt meg tudtuk csinálni. Nem a, konkrétan a hidakat, a vízesést, az új, azt a levegőben lebe, lebegő valamit, a, a növényeket az oszlopokon, és ha arról van szó gyakorlatilag, ezt ez gyakorlatilag mind a mi klánunk tagjai csinálták meg. Ez elárulom nektek, hogy um, rengeteg nyersanyagba került. Tehát ha megnézitek például, itt uh, földíszítettem szintúgy növényekkel, mint az elején, hogy arányba és díszbe legyen, és uh, megnézzük, hogy gyakorlatilag mennyi nyersanyag kell munklán esetében ahhoz, hogy uh, ez uh, összejöjjön, létrejöjjön ez a, ez a dolog. Szóval, uh, hogyan kell díszíteni, vagy illetve nyersanyagot bele, belerakni különböző dísztártyakban, rámész, hogy decoration, nyomsz egy eszképet, decorations, uh, place decorations, és ráirányítod az egeret, az kíván tárgyara, megnyomod a kettes gombot, és ez bárkinek megy, mondom, megnyomod a kettes gombot, és ez, ez bárkinek megy a klámba gyakorlatilag, itt valaki már belerakta a neuródzot, én belerakom a lóvét, belerakom a polimert. Öm mert hogy tegnap kurva sokat formoltunk gyakorlatilag, és most meg tudom tenni, azért is formoltunk rohadt sokat, sokan a klámba, hogy euh, mert gyakorlatilag nagyjából -e olyan 6000 polimerre van szükségünk, de amit lehet, valaki belerakta a neurózat, én szóltam nekik, hogy a kreditet ne rakják bele, mert én bele tudom rakni a klám voltról, nanospórát, hát abból sok, minden, sok van mindenkinek, úgyhogy azt belerakják, és mindenki azt ad bele, ami van, és ez a lényeg egy az összefogás, olyan télen, és azt adja mindenki bele, ami van, és amennyit helyesnek vér, hogy bele tud adni, és ez erre remész, hogy contribute, uh, gyakorlatilag és voilà, szefini, és akkor már kéken világít, és meg tudjátok oldani uh, ezt a dolgot, csak nekem ez már bassza a csőrömet, hogy uh, nem világítottam kéken, úgyhogy ezt is megoldom magamnak. De felejtsétek el, hogy ezt mindig meg fogom csinálni, ezt nem csinálom meg, azért csinálom meg, mert nekem most egy szívügyem, hogy ez gyorsan is elkészüljön, és ezért nagyon-nagyon sokat megyek és formalok, hogy ez elkészüljön. De, de mint az a lényeg, hogy neked mondjuk, mint dojo vezetőnek nem az a feladatot, hogy te mindent helyettük megcsinál, hanem az, hogy um, természetesen összetartásba tartsd a csapatot, illetve rávilágíts arra, hogy ez egy kölyös, közös projekt minden, ami a Dogsóban folyik, és azt együtt kell csinálni. Nos, de nálunk jelenleg ezek a fejlesztések folyamán, ezek nemrég készültek el, ezek a hidak, ehm, igazából, és annak a pár embernek, aki tényleg frankon odatette magát a formulásnál, gyakorlatilag ehm, nagyon köszönöm az igazság. Ja, itt lehet. Még ide raktunk még egy trading posztot. Őszintén szóval véletlenül kitöröltem ezt, ami itt van, ezért cserébe kaptak kettőt a srácok, nehogy már pánik legyen, hogy nem tudnak trénálni. Öm, na igen, ez volt, mit? Ö, például hogyan lehet létrehozni ilyen díszeket. Egy kicsit beszéljünk a díszekről, tehát ö, hogy hogyan lehet mondjuk nyakateker díszeket csinálni, és azt kell, hogy mondjam, hogy őszintén ö, türelem kell hozzá. De várjunk csak, mielőtt még rátérnénk a díszítésre, és legyen az az utolsó aspektus. A, a dolgokban rátérünk arra, hogy um, szobák, illetve folyosók hozzáadása a történethez, mert az is esetleg egy fontos dolog lehet. Most színeztük ki nemrég az összes folyosót gyakorlatilag, hogy az is kinézzen valahogy. Ó, már ez a szoba is, el, ez a folyosó is elkészült, mert ugyanis folyosókat is készítünk. Tehát gyakorlatilag uh, hogyan lehet hozzáadni egy szobát, mit tudom én, kiválasztasz bármelyiket. Vannak olyan szobák, amiből egyszerre csak egyet adhatsz hozzá, és amint látod, tehát egy nagy klánnál már 10 forma, a 120 osban alapvetően nem drága egy ilyen uh, akármilyen folyosó, na, még ezt megvárjuk. Szóval, amit láthatok, tehát alapvetően nem drága akármilyen épület hozzáadása, és ez még dodzsot érdemes úgy építeni, hogy, kevesen vagytok benne, tehát tíznél nem többen. Az első dodzsot, ha tíz ember húzza fel, az egy nagyon ideális nyersanyagokkal mindenkinek, és alapvetően nem drága egy dojónak a létrehozása gyakorlatilag, amit látjátok, a forma lesz az, amiért nagyon sokat fogtok sírni, hogy már az nem lesz senkinek, ezért mondom, hogy annak, aki alapítja ezt a klánt, vagy azoknak, akik alapítják ezt a klánt, stekkeljetek fel a formákat, de legyen formátok, mert ha nem, akkor gyakorlatilag meg fogjátok szívni. Tehát nem, nem fogtuk tudni elkészülni időben. A Dozsóban nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos épületek, uh, reaktor. A reaktor növeli meg az úgynevezett kapacitást. Itt van egy kapacitást, illetve energiát. Uh, 532 a vélebel nálunk továbbá az energia, mert minden dísz, minden szoba, amit leraksz, kapacitást vagy és vagy energiát fog. Uh, felemészteni gyakorlatilag, úgyhogy orokin, bocsánat, reaktorból sok kell. Itt a Biolab fejlesztések vannak benne, Chemlab fejlesztések vannak benne, Energy Lab, ugye ez a korpuszlabor, vagy így, akkor um, gyakorlatilag tenóleb, és ezek a leglényegesebb, fontosabb elemei egy dojo ezek meg kell legyenek építve, elsősorban a többi daloggal kapcsolatban gyakorlatilag a Dojo értesít, hogy meg tudod építeni, vagy nem tudod meg megépíteni, és de ezeket megépített továbbá fontos az orakl, az orokin lab, ezeket mind-mind meg kell csinálni. Üm, mi van még itt, itt hagyok ki, nem hagyok ki nagyjából semmit, de ezek, amik itt vannak az Elején nektek, akik alapítjátok a dojo sokkal több szoba lesz itt, amit létrehozhatok, csak mint mondtam, van egy-két szoba, amit csak egyszer lehet létrehozni a dojo mint például a galériák vagy a, az ilyen nagy csarnak, azok csak egyszer, de ezek a szobák mind-mind-mind-mind-mind meg kell legyenek, és a reaktorból ne, készítek fel, hogy nem egy kell, és alapszinten csak egyforma kell hozzá, sokkal kevesebb de a reaktorból nem csak egy kell, hanem kurva sok. És itt jön, itt jön, a megint a, a, másik dolog, a lényeg az egész dologhoz, hogy már én is eltévedek a saját Dojonban néha, hogy nézzétek meg a térképet, amit mi csináltunk. Tehát nálunk nem arról van szó, hogy ja, és amúgy ott, ott is van folyosó, csak még mielőtt félre lenne, csak nem bírja megjeleníteni egyszerűen teljesen a játék. Szóval ezen az oldalon is kész vagyunk mindennel. Gyakorlatilag. Tehát amit látjátok, csak egyszerűen nem, nem bírja megjeleníteni. Nálunk van egy arányos valami a dojo. Nincs szükség, hogy pont egy ennyire uh, arányos dojo csináljatok, mert akkor ez azért néz ki úgy, mert mi szerettük volna, Falko is szerette volna, a dogyot, ugye, hogy így nézzen ki um, ez a, a, ez a dojo, ezért sokkal több extra forma került oda, és gyakorlatilag azért, hogy a külön a folyosók, hogy arányos legyen, hogy egy ilyen versenyöltő vagy űrhajó feelinget fölvegyen az egész. És emiatt gyakorlatilag Uh, sokkal több formát áldozott bele, sokkal több szobát hozott létre, némelyik szoba fölöslegesen, illetve arányosan, hogyha van az egyik oldalon, a másik oldalon is legyen, tehát gyakorlatilag nálunk szinte mindenből kettő van. Uh, így, de másnak természetesen nem kell, mert, mert tényleg arról volt szó, hogy nekünk most volt, mikor a másik dojot létrehoztuk, akkor nekünk kurva sok volt, és akkor azt mondtuk, hogy csinálunk egy becsületes dojot, ami kurva jól néz ki, uh, így külsőre is, hogyha az ember megnyomja a térképet. Természetesen létre hozhatsz emeleteket. És ha úgy érzed netán, hogy már kifutnál a térképből, és már nem tudod hova tervezni, a legtöbb dojo a ha rányomsz a térképére, közel se ilyen arányos. Tehát mi tényleg így szerettük volna, hogy így nézzen ki, és a legtöbb olyan ilyen össze-vissza van éppen, ahogy sikerül csináljuk nekik az épületet, de ha gondolkodsz abban, hogy valami ilyen jól kinéző legyen, akkor, akkor gondolja arra, hogy fog kelleni kurva sok forma, mert hogy arányosan szeretnél építeni meg mindent. És ugye itt vannak például ugye liftek, az amivel emeleteket tudsz gyakorlatilag építeni, és az emeleteken is tudsz építeni. Na most nem érdemes emeleteket építeni, amúgy, tehát nagyon ráni szükség nekünk, ott vannak a díszszobáink emeleten című történet, mert hogy itt nem nézett volna ki jól kategóriába esett. Na most... Ezen is túl vagyunk. Uh, jó, hogyan um, készítsünk, uh, ja, ilyen hülye díszeket, mert hát mind, nem hülye, nekem rohadtul tetszik, de hogy minden a levegőben legyen, vagy hogy egyáltalán um, gyakorlatilag hogyan készítsünk egy ilyen, mit olyan nyakatekerdísz, vagy hogy utassuk el oda a tárgyakat, egy kis türelemmel és egy kis, uh, nem tudom, jó szemmértékkel, mert ezt iszonyat pontosan amúgy sem nagyon lehet. Uh, belőni, és akkor jön ugye díszek le, tétele, decorations, place decorations, és nekem az egy, és ugye megnyomjuk ott az egyest, és nekem az egyik legnagyobb segítségem ahhoz, hogy uh, mondjuk a díszeket a levegőbe tudjam emelni, és uh, csinálni, az kérem szépen ez a wooden totem, ez ilyenből lerakok egyet például, és mit tudom én, látjátok, tehát kiemelem ide, kinagyítom amennyire kell, Uh, lerakom, például, igen, nyomok egy eszképet, és uh, mondjuk felugrom, mert hogy a tetejére akarok rakni valamiféle hidat, tehát gyakorlatilag igen, tehát ez, ez így néz ki, hogy kávé ilyen helyekre föl kell ugrálni, vagy tudjátok mit, hogy sokkal jobb. Uh, és ugye nekem itt már azért sok <laughs> dísz már rendelkezésre áll, hogy mászkáljam, de amúgy például igen, ott a szegélyeken mászkáltam régen, és úgy uh, tudtam el, és akkor place decorations, megnyomom az egyest, megint csak, és mit tudom én, -e, hogy egy hidat akarok lerakni, most mondtam valami, hogy bármit rá lehetne rakni, talán még egy trading posztot is, tehát amit látjátok, tehát ha oda akarok egy trading posztot, akkor csak úgy rárakom a Wooden Totterre, de mit tudom, ha, opá, nem, Ö, hogyha akarok egy hidat, akkor rárakom a hidat, tessék, és hogyha mondjuk ezt még tovább akarom fokozni, akkor mit tudom, a Wooden Totem, ez egy, egyszerűen számomra egy nagyon-nagyon jó segítség, és akkor mit tudom, erre rárakok még egy ilyet, és akkor egy teleport kapok, rakok mindennek az egésznek a tetejére, a mondtam valamit, és akkor elnevezem valaminek azt a teleport kaput, de várjunk csak, akkor rakjunk valami egy ilyet. És, és gyakorlatilag ö, én gyakran ezekkel a Wooden totemekkel építkezem nagyon sok helyen. Úgy sikerült megcsinálni ezeket a hidakat is ide, hogy így az oszlopokból befelé nézve ö, elhelyeztem ilyen Wooden totemeket, és akkor fák Physics című történet létrejöttek az ilyen dolgok. Ha valamit... Ö, nem akarsz, ha nem tetszik, vagy valami, hál' Istennek most sokkal könnyebben megvan oldva ez a dolog, hogy hogyan lehessen megoldani, akkor az van, hogy uh, Remove Decoration jobb klikkel gyakorlatilag ugye rányomsz egy okét, és eltünteti a tárgyakat, nincsen pánik. Na most, uh, mit akartam még mondani? Elfelejtettem pedig fontos lett volna, hát, gondolom annyira nem fontos, hogyha elfelejtettem, de... Ja, igen, hogyha netán már készülőben van, vagy elkészült egy dísztárgy, és nem tetszik, az akkor egy ilyen nópara no című történet, mert ha lerombolod, ha lerombolod, akkor öm, gyakorlatilag öm, a, a Dojo elraktározza öm, azon. Öm, nyersanyagokat, amiket felhasználnál. Minden. Tehát olyan, mint egy aféle... Öm, tehát egy tényleg, mint a, mint a kincstár, gyakorlatilag, amúgy a kreditet raktároz, és ezt javaslom, tehát trading post és a kincstár az első dolgok között, vagy amit lelaksz, és ugye a klámba például be tudsz tenni öm, egy csomó kreditet, és tehát gyakorlatilag a dojo is olyan, mint a kincstár, és gyakorlatilag... Öm, Elraktároz minden nyers anyagot, amit, hogyha például valami nem tetszik, le akarod rombolni, azonnal elraktározza azt a bizonyos nyers anyagot. Nos, srácok, ez lett volna egy aféle dojo tutorial. Legre esett, hogy kihagytam egy pár dolgot, de remélem, hogy tudtam segíteni abban is, hogy ti is létrehozzatok valami ilyesmit, hogyha ez tetszik, vagy hogyha ez a zsáneretek, hogy lebegjenek nálatok is a dolgok. Mi szeretjük az ilyen inception-féle dolgokat, várjunk csak, nem tudom, hogy szeretjük-e, de én nagyon szeretem, úgyhogy én így díszítettem ki az adott dolgokat. Hát köszönöm a figyelmet. Uh, ja, aki letel hozzánk szeretne csatlakozni a Dojo-ba, akkor, vagyis a klánba, akkor nézze meg a klántoborzót ala 2017, a Necro Army klántoborzóját ele 2017, és ott kiderül, hogy hogy tudja megcsinálni, de uh, egyelőre ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!